Az Erdélyi Múzeum Egyesület 2002 óta rendszeresen megszervezi a Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvénysorozatot, csatlakozva a Magyar Tudomány novemberi ünnepéhez. A Magyar Tudományos Akadémia ajánlását követik a fórum témájának megválasztásában is, így az idei konferencia sorozat mottója tudományos tanácsadás a társadalom szolgálatában. Az idei rendezvény az Erdélyi Múzeum Egyesület számára különleges, ugyanis a megnyitó ünnepség alkalmával emlékeznek meg az Egyesület megalakulásának 165. évére. Bita Jenikő mérnök informatikus akadémikussal, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Tudományos tanácsadás a társadalom szolgálatában. Ez a rendezvény idei mottója, és hát valahol elmondhatjuk azt is, hogy az elmúlt 165 év is erről szólt. Hát valójában ez a pénteki ünnepség, kettős évforduló, 165 évvel ezelőtt alakult meg az Erdélyi Múzeum Egyesület, és 25 évvel ezelőtt szerveztük meg a Magyar Tudományos Akadémia biztatásában, régiumban az első tudomány ünnepet. Azt tapasztaljuk, hogy egy folyamatot elindítva, idővel alakul széles skálájú rangos rendezvényé, rendezvénysorozattá, ugyanakkor a szoros együttműködések által tudatosul bennünk, hogy valójában egy együgyért szorgoskodunk, és cselekszünk is, nem csak szorgoskodunk, és a romániai magyar tudományosság fenntartásáért, fejlesztéséért, tehát ezért van, hogy az idén, amint ön is említett, a rendezvény sorozat keretében 21 külön rendezvénynek adunk otthont. Mi ennek az akadémiai jellegű tudományos intézménynek, hát amelyre mi kolozsváriak méltán büszkék vagyunk, a legelőremutatóbb célja, feladata? Hát egy szóval a tudományosság elővitele. Erdélyben ugye a tudományművelés mindig különleges felelősséggel párosult. Egy kisebbségi közösség tagjaként gyakran kellett korlátozott forrásokból dolgoznia, de soha nem jelentett akadályt az értékteremtésben. Hát ez a Magyar Tudomány Napja Erdélyben számunkra egyúttal annak is ünnepe, hogy képesek vagyunk összefogni, kreatív megoldásokat találni, és az erőforrásainkat a közösség javára fordítani. Az Egyesület alapítója, ha Gróf Mikó Imrére emlékezünk, az ő kezdeményezésére jött létre, és olyan alapokat fektetett le, amelyek ma is példát mutatnak. Mikó Imre szavaival idézve, az Egyesület küldetése a tudományok és a nemzeti műveltség emelése. E célok aktualitása azóta sem változott, sőt napjainkban talán még nagyobb jelentőséggel bírnak. A rendezvény idei fővédnöke is Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke? Igen, Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a fővédnöke, és a Magyar Tudomány ünnepe égisze alatt szervezzük mi Erdélyben is ezt a már nagy hagyományokkal rendelkező sorozatot, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Nem csak az eredmények bemutatásának ünnepe ez, hanem annak felismerése is, hogy a tudomány mindannyiunk közös értéke, öröksége. Ez az örökség azonban nem marad fenn önmagában, közös a felelősségünk, hogy ápoljuk, gyarapítsuk és közkincsé tegyük, ugyanakkor ennek az intézményi hátterét, otthonát, az emét közösen fenntartsuk. Az Erdélyi Múzeum Egyesület ugye fennállása óta kutatók, tanárok, szakemberek, generáció nevelkedtek falaink között, és munkájuk révén váltak a tudomány elismert képviselőivel a nagyvilágban. Ez a fórum is, ez a nap is arra emlékeztet bennünket, hogy a tudomány nem ismer határokat. Az erdélyi, romániai, magyar tudósok munkája, kutatási eredménye ugyanúgy hozzájárul az eredményeik az egyetemes tudományhoz, mint a
mint akár csak a nemzeti értékeinek megőrzésének a továbbításához. Igen, érdekfeszítőnek ígérkezik a program. Már a plenáris előadások témái, és nyilván az előadók olyan nevek, hogy szerintem nem fogják tudni elkerülni a teltházat. Hát bőven van kínálat, és a megnyitó ünnepsége által ugye láthatjuk a Lánvanda akadémikus jogászt, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, aki a nemzetközi jogász szolgáltatás működéséről fog beszámolni, de ugyanakkor Tigyi Gábor akadémikus, aki messziről jött hozzánk, az akadémia külső tagja, és ő pedig a rákos sejtek elemi immunválasztás vizsgálatát mutatja be. Tehát tényleg érdekesek, nem beszélve a következő szünet utáni két előadás, ahol Szász Levente, a Bábes-Bőri Tudományegyetem rektor helyettese fog előadást tartani, a digitalizáció és a vállalati teljesmények kapcsolatát mutatja be, illetve Tapasztó Levente, tőlünk elszámolott fizikus, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója Budapesten, ő az anyagtudomány területén elért eredményeket, legfrissebb eredményeket mutatja be. Tehát már csak a négy plenáris előadás is nagy skálájú és különböző területekről felölelő tematikát ígér nekünk. Aztán persze délután a kutatókkal, a fiatal kutatókkal fogjuk folytatni az előadásokat, illetve a szombati napon a különböző szakosztályok, fiókegyesületek saját szakterületekén lesznek rendezvények, főleg konferenciák, illetve ezeken belül is könyvbemutatók, díjazások teszik ünnepiebbé és hangulatosabbá a rendezvényüket. Enikő, itt az is nagyon-nagyon fontos, hogy kivétel nélkül olyan előadások lesznek, amelyek többlettartalmat nyújtanak a nagy közönségnek és a szakmának egyaránt. Így van. A szakosztályok különböző területeken igyekeztek olyan kiválóságokat is megszólítani, akik itt kifejthetik az intézményükben való kutatás eredményeit, illetve kapcsolatépítésekre is nagyon jó ez a fórum, és szövethetnek újabb kutatási együttműködések, amelyek fontosak régiónkban, hogy a közreműködés, együttműködés, ezt évek során figyeltük, hogy nagyon hatékonyan tették a kutatóink. Nyilvánvaló, hogy ez a rendkívüli nagy felhozatalú, sokszámú előadás, több mint 300 előadásról van itt szó, különböző szakterületeken, ehhez nagyon sokan hozzájárultak, úgyhogy a szakosztályok és fiókegyesületek képviselőinek is köszönetet kell mondanom, de ugyanakkor a partner intézményeknek, akiknek szintén nagy munkájuk van benne, és nem beszélve ugye a médiáról, akik minden alkalommal közvetítik és tolmácsolják ezeket a rendezvényeinket. Ezek is fontos üzenet, hogy mindaz, ami itten történik a rendezvények keretében, az publikussá tegyük és láthatóvá tegyük, hiszen itt olyan eredmények és olyan látható közreműködések, együttműködések is alakulnak ki, amelyekről érdemes a nagy közönség számára is hírt adni.
Reméljük, hogy a rendezvényünkre többen eljönnek, ki kiválogathat a különböző szakterületek. És van bőven miből válogatni, hiszen amint mondta, több mint 300 előadás hangzik el a fórum alatt, 4 emlékkonferencia, 7 könyvbemutató, 8 díjátadásra kerül sor. Tehát rengeteg, tehát szinte elképzelhetetlen ennek a leszervezése már egy óriási munka. Remélem, hogy ez a rendezvénysorozat minden résztvevő számára inspiráló lesz, hogy az itt elhangzott gondolatok, bemutatott eredmények új lendületet adnak mindannyiunk munkájának, és közelebb visznek minket ahhoz a célhoz, hogy közösségünket a tudomány erejével is szolgáljuk. Igen. Arról beszéljünk még röviden, hogy a rendezvény mindegy kiegészítendő zajlik az MS szakosztályainak és fiók egyesületeinek tudományos ülésszaka is. Igen, hát ez érintettem már a különböző szakterületeken, a 19 rendezvény szakosztály és fiók egyesületi rendezvényben szerveződik, általában a tudományos konferenciák és emlékülésekként elevennek meg ezek a rendezvények. Az egyik legnagyobb szakosztályi rendezvény a történelemtudományi szakosztály keretében a irodalmároknak is van egy nagyon jól kidolgozott rendezvény. A természettudományi szakosztály az idén egy nagyobb méreteket öltött, és sajátos tematikájukkal járulnak hozzá a fórumhoz a irodalombölcsés és történetően szakosztály keretében. Ugye a nők műveltsége, a nők műveltségért című szervez konferenciát, a fiók egyesületek pedig Erdély különböző részein szerveződnek, ha nem szeretnék egyiket se kiemelni külön, mert mindegyik nagyon fontos számunkra, és mindegyiknek az volt a lényege, hogy tudományos tartalommal legyen meg, meghívott előadókat is be tudjon fogadni, illetve a szakosztályok a saját elképzeléseik és szervezési ötleteik szerint valósulhassanak meg. A régiókban is persze, ott azok a rendezvények is specifikusak az ottani fiókegyesületek elképzeléseik és kihívásaik szerint zajlottak. És igen, és végül, de nem utolsó sorban mindenképpen tegyünk említést arról is, hogy 95. születésnapja alkalmából köszöntik Egyed Ákos akadémikust, történészt, az EME volt elnökét. Igen, Egyed Ákosra két nap is emlékezünk, ugye az ünnepi megnyitón az Akadémia és az Erdély Múzeum Egyesület is köszönti, illetve másnap a történész szekcióban ott a történészek külön megemlékeznek a 95 évet töltő, a 95 évét megélő Egyed Ákos akadémikusról, akit mint ismeretes a 90-es újraindításban vállalt szerepet, igen, aztán 2002 és 2010 között odaadással vezette az Erdély Múzeum Egyesületet, mint elnök. Jelentős a kutatói pályája, és emögött ugye a közösség szervező szerepe is felejthetett, nem megemlítendő, és nem felejtjük, tehát nagy így a megtisztelés számunkra, hogy köszönhetjük őt az egyik legnagyobb rendezvényen, mert az ő elnökségén indult el, és nagy megbecsüléssel fogjuk őt köszönteni ezen a két napon. Bita Jendikő, tudom, hogy rengeteg a dolguk most, és éppen ezért hálásak vagyunk azért, hogy időt szakított ránk, és bejelentkezett az adásunkban. Hát Isten éltesse a 165 éves Erdélyi Múzeum Egyesületet. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy itt lehetek.